Az angol királyi ház kedvenc crossover énekegyüttese. A hamarosan Budapesten és Debrecenben is fellépő Blake Zsédát kérte fel vendégül a magyarországi koncerteken. Az előkészületek nagy titokban folynak, de az biztosnak tűnik, hogy Zséda egyik dala is elhangzik majd a színpadon. Nem mindennapi koncert érkezik január 18-án Budapestre, egy nappal később pedig Debrecenbe. Az angol hercegi pár osztálytársaiból verbúválódott, klasszikus crossovert előadó Blake már a debütáló albumával nagyot robbantott. 2008-ban a Classical Brit Award Gála dobogós helyén végeztek, ahol elnyerték az év albuma díjat, és a Top 20 popchart listájára is felkerültek. A fiú csapat minden alkalommal egy helyi énekest is felkér vendégművésznek, itthon ez a megtiszteltetés Zsédát érte. Boldog vagyok, hogy része lehetek ennek a koncertnek. Tetszik, amit csinálnak, ahogy csinálják, nagyon jó ízléssel dolgozzák fel a dalokat, tényleg az egyik legjobbak ebben a műfajban, mesélte Zséda. Arról azonban, hogy mi lesz a repertoáron, egyelőre nem akar részletesen beszélni. Olyan dalokat választottunk, amelyek hozzájuk és hozzám is közel állnak. Nagy ívelő, igazi világslágerek lesznek, de nem szeretném a meglepetést lelőni. Annyit azonban elárulok, hogy Zséda dal is lesz a repertoárban, mondta sejtelmesen. Leginkább az volt a szempont, hogy együtt jók legyünk benne, passzoljon a Blake-hez és hozzám is. Zsédának jól indul az éve, hisz nem a Blake az egyetlen, aki határainkon túlról is felfigyelt az énekesnőre. A német és a svájci Eurovíziós válogatóba is meghívták a nemzetközi zsűribe. Míg a svájci versenyzőket csak Emma Ilen keresztül írásban kellett értékelnie, a német válogatóra Berlinbe utazik majd az énekesnő, hogy az élő showban is részt vegyen. Nagyjából a Blake felkéréssel egyszerre jött Németországból is a felkérés. Nem lehet mondani, hogy unalmasan indul ez az év, már most annyi izgalmas és érdekes dolog került a naptárba, hogy kíváncsian várom a folytatást, mesélte izgatottan Zséda.